Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Acél Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hitt a szerelmes üzenetnek. Pénzmosással vádolnak egy baranyai nőt. Halálos áldozatot követelt a pécsi lakástűz. Valószínű, a dohányzás okozta a tragédiát. Gyermekjóléti konferencia. Az óvodai és iskolai szociális ellátásban dolgozó szakemberek találkoztak Pécsen. Társasjátékos program németül. Wunderbar Fesztivál a pécsi iskolában. Célt ért a szerelmi hitegetés Baranyában. Pénzmosás büntette miatt nyújtott be vádiratot egy nő ellen a komlói járási ügyészség, aki több bankszámlát nyitott bűncselekményekből származó pénzek fogadására. Mindezt azért, mert elhitette egy ismeretlen, alaptalan ígéreteit az egyik közösségi oldalon. Szerelemből végzett pénzmosást egy nő, aki ellen most emelt vádat a komlói járási ügyészség. A vádlott a világhálón ismerkedett meg az őt rabul ejtő férfival. A vádlott nő 2021 végén került kapcsolatba az interneten egy közösségi oldalon egy magát Jemenben dolgozó ENSZ alkalmazottnak kiadó, a nyomozás során ismeretlenül maradt személlyel. Bizalmi kapcsolatba kerültek, ez az ismeretlenül maradt személy párkapcsolat lehetőségével hitegette a vádlott nőt, és 2022. februárjában rávette arra, hogy számlát nyisson egy pénzintézetnél. Azt mondta, emberbaráti célok vezérlik, ezért kell számlát nyitnia a vádlottnak. Azt állította, hogy erre azért van szükség, hogy arra nehéz sorsú gyermekek számára adományok érkezzenek. Ez az állítás valótlan volt, mert valójában sértettektől kicsalt pénzek fogadására kellett ez a bankszámla. A nő eleget tett ennek a kérésnek, nyitott egy bankszámlát, és az arra érkező pénzeket felvette, majd kriptovalutát vásárolt belőle a nyomozás során ismeretlenül maradt személy kérésére. A nő tevékenységére felfigyelt a nyomozóhatóság. Megkeresték, beszéltek vele. A nőt tájékoztatta arról a nyomozóhatóság, hogy ez a tevékenység bűncselekménnyel állhat kapcsolatban, illetve ezek a pénzek bűncselekményből származhatnak. Ennek ellenére újabb bankszámlát nyitott, majd amikor ezeket a számlákat zárolták, akkor egy harmadik pénzintézetnél is bankszámlát nyitott, és azzal folytatta ezt a megkezdett tevékenységet. Ezekre a számlákra érkeztek a sértettektől kicsalt pénzek. Összesen 2022. februárjától szeptemberig közel 30 millió forint. A tájékoztatás után a nő tudta, hogy valójában nem legális dolgot végez a számlanyitásokkal, a pénzek felhasználásával, de folytatta tevékenységét, ezért felelősségre vonható az ügyészség szerint. A nő cselekménye pénzmosás büntettének a megállapítására alkalmas, aminek a büntetési tétele 5 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyben a komlói járásbíróság fog a vádlott büntető jogi felelősségéről döntést hozni. Az ügyészség mértékes indítványt tett az ügyben, ez felfüggesztett szabadságvesztés jelent a vádlottal szemben. Egyébként a nő 75 éves most. 2021-ben hitt az ismeretlennek a közösségi oldalon, aki a szerelmével hitegette, és azt ígérte, hogy Magyarországon fog letelepedni. Ezért hajtotta végre a pénzmosást az ismeretlen kérésére. Hétfő délután riasztották a pécsi tűzoltókat egy lakástűzhöz. A lánglovagoknak egy szobában kellett megfékezniük a tüzet, ami sikerült is. Azonban a helyszínen tartózkodó idős nő életét már nem tudták megmenteni. Megolvadt a tévékészülék kerete, az ágyból pedig csak ennyi maradt. Tűz pusztította a pécsi Újvilág utcában hétfő délután. A katasztrófa emberéletet követelt. A pécsi hivatásos tűzoltók 3 gépjárművel 11 tűzoltóval vonultak a helyszínre. Egy földszintes családi ház egyik helységében kanapéágy, annak környezete égett, valamint egy televíziókészülék is felrobbant. A tűzoltók 2 sugárról oltották el a tüzet. Ezt gyorsan tették, így más helységben nem is terjedt át a tűz. A munkálatok közben észlelték, hogy egy eszméletlen személy is van az épületben, őt kivitték és a mentőszolgálatnak átadták. Az eset jellegére tekintettel tűzvizsgálati eljárás keretében fogjuk vizsgálni, hogy ténylegesen mitől keletkezett a tűz. A házban tartózkodó idős nőt már nem tudták megmenteni a mentősök. A helyszínen életét vesztette, feltehetőleg füstmérgezésben halt meg. Azt már tudják a tűzoltók, hogy nem elektromos hiba okozta a tüzet. A jelek szerint az áldozat az ágyban dohányzott, ettől gyulladt ki a szoba.
Most itt általában az otthon jellegű tüzesedekről beszélünk, ott azt lehet elmondani, hogy nagy általánosságban emberi hiba miatt, vagy emberi mulasztás miatt keletkeznek ezek a tüzek, ezt egy kis odafigyeléssel el lehetne kerülni. Ilyen például az, hogyha valaki dohányzik zárt helységben, és mondjuk ezt felügyelet nélkül hagyja a csikket, csak magától eligni, nem nyomja el, ebből is keletkezhet tűz. Számos ilyen eset volt már a megyében a tavalyi évben is, amikor emiatt kellett a tűzoltóknak vonulnia. Ezért nagyon fontos, hogyha valaki a zárt helységben dohányzik, akkor a csikket azt nyomja el. A vizsgálat még nem zárult le, de az előzetes megállapítások alapján gyanakszanak a dohányzásra a tűzoltók, mondja a hivatalvezető. A halálos pécsi tűzeset áldozata egy 70 éves nő volt. Rövid híreink következnek. Idén az első negyed évben 1939 alkalommal riasztották égő lakóépülethez a tűzoltókat. A tüzekben 31 ember vesztette életét, 145-en pedig megsérültek, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője kedden. Bukics Dániel azt írta, az év első három hónapjában 20.844 négyzetméternyi épített terület égett le, 214 otthon vált tűz miatt lakhatatlanná, emiatt 641 embernek kellett átmenetileg elköltöznie. Hangsúlyozta, hogy az 1939 épület közül csupán 7-ben volt füstérzékelő, holott ezek az eszközök a tűz keletkezésekor azonnal jeleznek, és még van idő cselekedni. A legtöbb tűz a kéményből indult, ez az összes eset csak nem 21%-a. A tűz legtöbbször elektromos problémára, a fűtés hibáira, nyílt láng használatára, illetve fűzésre vagy dohányzásra vezethető vissza. Április 11-én a költészet napja alkalmából a Pécsi Vagyonhasznosító és a Pécsi Nemzeti Színház együttműködésében versekkel találkozhatnak a Pécsi Vásárcsarnok látogatói. Csütörtökön Lipit Zsolt felkonferálása után Németh János színművész előadásában hallgathatunk meg néhány József Attila verset. Ezen kívül óránként egy-egy lejátszott verset hallhatnak a látogatók. A költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11 egyedikén József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben országszerte számos programmal tisztelegnek a magyar líra előtt. Áprilisban is folytatódik a Fogtündér játékos fogászati szűrőprogram, amely a 6 hónap és 4 év közötti gyermekek számára szervez térítésmentes vizsgálatot az Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinika gyermekfogászati részlegén Pécsen. A klinikán április 11-én 15 óra 30 perc és 17 óra 30 perc között várják a kicsiket szüleikkel együtt. Részvétel csak regisztrációval lehetséges, ezt az Érted és veled videó@gmail.com címen lehet megtenni. A regisztráció alapján kapnak időpontot a jelentkezők, kérik, hogy az üzenettárgyába a szülők írják bele a dátumot, illetve azt, hogy Pécs. Második alkalommal rendezett konferenciát az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a Jövő Nemzedéke Segítőinek. Az országos rendezvény témája a szakemberek mindennapi gyakorlatának segítése, megvitatása. Előadás hangzott el a gyermekek és a média, valamint a gyermekek és a sport egymáshoz való viszonyáról a Pécsi Kulturális Központ Apácai Művelődési Házban. A konferenciát három naposra tervezték. Workshopok is várják az érdeklődőket az Anikó utcában. Az ország különböző távoli pontjairól is érkeztek résztvevők. A Jövő Nemzedékének segítői az óvodai és iskolai szociális segítők és a szociális és gyermekjóléti ellátásban dolgozó szakemberek mindennapjai gyakorlatban elnevezésű konferenciára. Egy külföldi vendég a gyermekek sportvilágában betöltő szerepéről beszélt. Ő maga erőléti edző és úszóedző, háromszoros olimpiai bajnok edző. A fiatalkorban elkezdett sport jótékony hatásáról beszélek majd a rendezvényen. Arról, hogy később felnőtt életükben ez mennyire tesz majd jót az egész szervezetüknek. Fontosnak tartom a résztvevőkkel való beszélgetést is. A beszélgetést Szaniszló Csaba sportriporter műsorvezető folytatta az edzővel, majd egy saját előadást is tartott a média és a gyermekek viszonyáról. Én nem nagy igazságokat hoztam mára, hanem azt tudtam elhozni, mint valaki, aki 25 éve dolgozik már a média területén, hogy mi hogy látjuk ezt a túloldalról, hogy hogyan változik meg a média, és ez hogyan befolyásolja a gyerekeinket, és hát az ő mindennapjukat, hiszen ma már egy gyermek 4-5 órát biztosan tölt képernyő előtt, sajnos.
sajnos, és azt látjuk, hogy van tennivalónk nekünk felnőtteknek, és igazából rajtunk, akik majd a közönségben ülnek és a gyermekekkel foglalkoznak, a szülőkön rajtunk múlik az, hogy mennyire tudjuk kezelni ezt az állandóan változó média helyzetet. Óvodai és iskolai szociális segítők, családsegítők, esetmenedzserek, egyéb a szociális és gyermekvédelemben dolgozó szakemberek, pedagógusok, óvodai és iskolai pszichológusok számára hirdették meg a részvételt. Békésből, Szabolcs-Szatmár, Győr-Moson, Sopron vármegyéből, Budapestről, Baranyából és a környező vármegyékből is érkeztek szakemberek, tájékoztatott Nagy István, az ECGK igazgatója. Hát 2018 óta a gyerekjóléti központnak biztosítania kell óvodai, iskolai, szociális segítő tevékenységet a köznevelési intézményekben, és az elmúlt 6 év az, ami igazából ezt a második konferenciánkat életre hívta. Az elsőt tartottuk 2019-ben, ugyanúgy Pécset, akkor is az ország különböző részéről érkeztek szakemberek, és ezt a hagyományt szerettük volna folytatni. Időközben az élet olyan helyzet elé állított minket, amit mindannyian tudunk, hogy milyen sokkok és helyzetek elé kerültünk, és most jött el az az időszak, hogy újra 5 év után meg tudjuk szervezni ezt az országos konferenciát. A konferenciát 3 naposra tervezték, szakmai workshopok is várják a résztvevőket a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Házban, illetve a szervező intézmény új Anikó utca épületében. A nyelv játékos elsajátítását tűzték ki célul a Koch Valéria Iskola Központ könyvtárában kedd délelőtt. A Wunderbar Fesztivál keretében a héten többek között német társasjátékozásra várták az érdeklődőket Pécsen. A Wunderbar Fesztivált már több éve rendezik meg országszerte. Idén Pécsett is több program várja az érdeklődőket. Kedd délelőtt német társasjátékozáson vehettek részt a gyerekek a Koch Valéria Iskola Központ könyvtárában. Ma a Lénau Ház kezdeményezésében egy társasjátékos lehetőség került felkínálásra, és a megvalósítása a Koch Valéria Iskola Központ kollégiumának könyvtárában van, és itt jelentkezhettek osztályok, vagy kisebb-nagyobb csoportok, hogy egy órát eltöltsenek itt társasjátékozás közben. A fesztivál célja elsősorban a német nyelv népszerűsítése. Egy társasjáték közben a nyelv mellett a gyerekek a csapatjátékhoz és a társas kapcsolatok kialakításához szükséges készségeiket is fejleszthetik. Mert a Gábor bácsi előállt egy ilyen ötlettel, hogy egy ilyen nagyon jó lehetőséggel, hogy társasozhatunk egy kommunikációs kurz fejében, és nyilván kihasználtuk ezt az alkalmat, és nagyon jól éreztük magunkat. A délelőtti programra általános iskolásoktól kezdve a gimnazistákig mindenkit szeretettel vártak. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Kedvező lehet az idei akác szezon a hazai méhészeknek, azonban az Európai Unióba beáramló kínai, zömében hamisított méz miatt kialakult tartósan alacsony felvásárlási árak következtében több nagy hazai méztermelő vállalkozás szüneteltetheti tevékenységét, jelentette ki az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Az telelt, mint egy 1,2 millió hazai méhcsalád többsége jó állapotban kezdte meg a hordást. Az akác hajtásai átvészelték a márciusi fagyos napokat, és a jelenlegihez hasonló időjárás mellett már április végén megkezdődhet az akác méz idei szezonja. A 25-30 tonna közé várt hazai méztermés több mint felét várhatóan idén is az akác méz teheti ki. Az itthon termelt méz 60-70%-a exportra megy, ugyanakkor 2022 elejéhez képest felére zuhant a méz ára az EU-ban. Baranya vármegye egyik legrangosabb kétnapos országos egyéni rangsoroló tájfutó versenyére, a Mecsek Openre idén mintegy 500 futó érkezik április 13-án és 14-én, hogy összemérje tudását a mecsekben, illetve a városi környezetben. A verseny első napján ingyenesen próbálhatják ki a tájfutást az érdeklődők a Magtár rendezvényközpontnál. Az ismerkedés a tájfutással rendezvény során a Magtár rendezvényközpontból induló kezdőhaladó és családi pályák Pécs történelmi belvárosában a Középkori Egyetem és a Dom tér területén kapnak helyet. A régió híreivel folytatjuk. Új
újabb kerékpárúttal gazdagodott Somogy. Elkészült a régi áhított Fonyód, Buzsák, Csisztapuszta közötti csak nem 6 kilométeres szakasz, amelyet kerékpárosokkal avattak fel közösen. A beruházással könnyen elérhetővé vált a csisztai termálfürdő, illetve az utat folytatva egészen Somogyvámosig tekerhetnek majd a bringások. Csak nem 200-an avatták fel az új kerékpárutat Fonyód és Buzsák Csisztafürdő között. A helyiek közül sokan rendszeresen tekernek a családdal. Rendszeresen szoktunk járni biciklizni. Kezd helyre, Badacsonyba, hajóval vissza. Jó dolgok ezek. Az 5,7 km hosszú út több évtizedes álma volt az itt élőknek. Nem csak a fürdő, de Buzsák és onnan Fonyód is jóval gyorsabban elérhető, akár munkavégzés, akár kikapcsolódás szempontjából. Ezzel csak a jövő elkezdődött, akár Csisztafürdő fejlesztésére, akár az út szélesítésére, tömegközlekedés megvalósítására, és ezzel összekötnénk a Balatonpartot a háttértelepülésekkel, amit nagyon régóta szorgalmazunk. A fejlesztés több mint 400 millió forintba került, és része annak az átfogó tervnek, amelynek célja, hogy a Balatontól indulva fel lehessen fedezni Somogy gazdag látnivalóit. A balatoni bringakörút az mára egészen zsúfoltá vált, és megnőtt a jelentősége azoknak a leágazásoknak, amelyek elvezetik Somogyország belsejébe a bringásokat. Ezért van óriási jelentősége a Balatonmária fürdő mesztegnyőkerékpárútnak, és így most a Fonyód, Buzsák, Öreglok, Somogyvámos kerékpárútnak is. A térségben élőknek további tervei is vannak, hiszen hasonló utat szeretnének például Lengyel-Tóti, Szőlős-Györök között is. A fejlesztések pedig nem csak az itt élőknek, de a balatoni és a somogyi régiónak is fellendülést hozhatnak. Dombóvár 1970-ben kapta meg a városi rangot. Ez alkalomból ünnepi gála keretében többen elismerő kitüntetéseket is átvehettek. A nívós eseményen azok munkáját ismerik el, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az elmúlt időszakban Dombóváron. Pintér Szilárd polgármester beszédében úgy fogalmazott, az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a tehetségek gondozásában. Én azt gondolom, ez minden évben a legnagyobb kihívás a képviselőtestület számára, hiszen kiváló jelölések érkeznek. Mindenki tudja már Dombaváron, hogy januártól lehet jelölni a mindenféle díjakra, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy minden kategóriával átlépte a tizete jelölteknek a száma. Képviselőtestületnek mindig nagyon nehéz helyzetben van, hiszen ezt már a tévében is hagyományosan szoktuk látni, hogy a zsűri mindig nehéz helyzetben van, mindig próbáljuk a lehető legjobbat. Természetesen a civileknél, illetve a sportszervezeteknél a sporttanács és a civil tanács véleményét minden esetben kikérjük. Ez alapvetően az ifjúsági díjaknál okoz nekünk kellemes segítséget. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédében kihangsúlyozta, a hagyományai és történelme alapján Dombóvár a Dél-Dunántúl egyik legjelentősebb települése. 154 évvel ezelőtt már egyszer átlépte azt a küszöböt, amely a pusztán a hagyományból élő mezővárosok vagy települések kategóriáját jelentette, hiszen amikor ideért a vasút, a kor űrhajózása, megjelentek Dombóváron a vasutasok, a kor űrhajósai, akkor egy olyan ambíciózus közösségé is tudott válni, amely nem csak az akkori ma, de még a mai holnap hőseiből adódó közösséget is hozta létre. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a közösség számára fontos a város fejlődése. Dombóvár az elmúlt 54 évben bizonyította azt, hogy valóban megfelelt a városi oklevélnek, és azoknak az elvárásoknak, és azoknak is, akik bíztak benne, hogy ezt be tudja teljesíteni. Az elmúlt években én úgy gondolom, hogy az az irány, ami a 10-es években jellemezte Dombóvárt, hogy mindenkivel szembe megyünk, békétlenség van, széthúzás van a városban, ez 19-től 24-ig megszűnt, és végre azt lehet látni, hogy egy közösségben gondolkoznak az itt élő emberek, büszkén vállalják azt, hogy dombováriak, és valóban mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez a város egyre lendületesebben, ütemesebben tudjon fejlődni. Ivanics Antal díjban részesült Kovács Elemér, a helyi gazdaság életében betöltött szerepe, valamint a betongyártás és az építőipari alapanyagok forgalmazása terén végzett kiemelkedő munkájáért. Nagy megtiszteltetés a polgármester úrtól és a képviselőtestületről, hogy 30 éves munkánkat
ilyen szép díjjal megjutalmaznak bennünket, mindkettőnket. A Dombóvár elismert közössége díjat az úszósport érdekében hozott áldozatos munkájáért, valamint az utánpótlás nevelésben végzett eredményes tevékenysége megbecsüléseként Dombóvári Sportiskola Egyesület vezetője Fehérvári Levente vehette át. Az idei esztendőben a Pro Opido Dombóvár díszpolgári címet dr. Havasi Dezső kapta meg. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felmérései szerint mára már jellemző, hogy egyre több gúlya hazánkban telel. A madarak a klímaváltozáshoz alkalmazkodva nem vándorolnak el. A Magyarországon maradó fehér gúlyák nem szorulnak emberi segítségre, etetésre. Átteleltetésükre nincs szükség, hiszen alkalmazkodnak a környezeti változásokhoz. Kosarakat tesznek föl az oszlop tetejére, hogy megvédjék a madarakat abból a szempontból, hogy nehogy áramütés érje őket. És a fiatal kis gólyák sem, hogy kilöpülnek először a fészekből, akkor jönnek ezek a problémák, hogy ez így előfordulhat és elpusztulnak a gólyák. Bonyhádon a tavalyi évben több új fészket építettek a madarak számára. Ezek mind olyan dolgok, hogy a madaraknak a érdekébe történik, és ez nagyon fontos dolog. Nyilvánvaló az, hogy a télen, amik itt marad, és azokat etetik az emberek, azok kis halakat szoktak neki dobálni, és nagyon emberhez szokott ezek a madarak, és ennek vannak olyan dolga is, mikor azt mondjuk, hogy itt marad egy madár, hogy próbálják azt az időt átvészelni, amikor, hogyha enyhébb, és mondjuk mondják itt a klímaváltozást, de hát ez, és ennek következtében ezek itt maradnak, de ez nem igazán így történik a gólyák esetében. A költöző madarak vándorlásaik során hosszú távolságokat tesznek meg, hogy eljussanak a táplálékban gazdag területekre, vagy kedvezőbb klímájú helyekre. A földrajzi tájékozódáshoz napfényt, csillagokat és a föld mágneses terét használják. A koratavasz először mondjuk a legjelentősebbek a bíbiszek jelennek meg vizes helyeken, ott a kis éles hangjukkal jelzik, hogy megjöttek, és itt a tavasz. Utána hát megjönnek a gólyák, és akkor még vannak, amik még nem jöttek meg, mint például a kakuk, vagy a népiesen sárgarigónak nevezett aranymálinkó, azok csak később érkeznek meg, vagy éppen a fülemülék, a nagy meg a fülemüle, mégis a nagy fülemüle. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy az érdekes a természetben, hogy így történik, és igazán, hogy ez hogy is alakul ki a természet során, ezekre nem tudnak pontos magyarázatot, hogy miért is szükséges az, mert miért nem maradhatnának ott, mert a tápláléka megvolna nekik, az időjárás is jobb, és mégis ide jönnek és ragaszkodnak ahhoz a régi költőhelyeikhez, amikor évezredek milliókkal ezelőtt már ezek a dolgok kialakultak. A füstifecske a nyílt vidék madara, mely főleg ember alkotta szerkezetekre építi fészkét, és szinte mindenütt elterjedt. Állományuk az elmúlt évtizedek alatt csökkent, az istállók megszűnése miatt. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Hitt a szerelmes üzenetnek, pénzmosással vádolnak egy baranyai nőt. Halálos áldozatot követelt a pécsi lakástűz, valószínű a dohányzás okozta a tragédiát. Gyermekjóléti konferencia. Az óvodai és iskolai szociális ellátásban dolgozó szakemberek találkoztak Pécsen. Társasjátékos program németül. Wunderbar Fesztivál a pécsi iskolában. Szerdán sok fátyol felhő szűrheti a napsütés, napközben a Dunántúlon vastagodni kezd a felhőzet. Egy hidegfront érinti hazánkat a Dunántúlon, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél. Jelentős csapadék azonban nem érkezik. A hőmérséklet délelőtt 13-16, délután 17 és 20 fok között várható. Friss híreinkkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!